kiolt majd tüzet az oltatlan tűzoltók helyett. Ki védi a hazát, kiőrzi a biztonságunk és nyugalmunk, kitanítja a gyermekeinket. Jogosak lehetnek az alábbi kérdések, hiszen a kormány felelőtlenségével épp most veszélyezteti az alábbi hivatásokat. Ha már a kormány nem tud felelős döntéseket hozni, tegyük meg azokat mi magunk. Ne engedjük, hogy megbélyegzett honfitársainkat másodrendű állampolgárokként kezeljék. Ha ezt most megengedjük, hogy megtegyék velünk, a jövőben bármit megtehetnek a jövőtök felül ti magatok, nem pedig mások döntenek. A kormány elhibázott döntései minket fiatalokat is sok helyen érintettek. Évelején az egyetemi kollégiumokba csak védetsi igazolvánnyal lehetett beköltözni, ami rengeteg hallgató számára plusz anyagi terhet jelentett, hiszen albérleteket kellett bérelniük, amelyek diákpénztárcával szinte megfizetetetlenek. Az egyetemi könyvtárakat is védettségi igazolványhoz kötötték, így például a szakdolgozat előtt álló egyetemisták tanulási lehetőségei nagymértékben mértékben leszűkültek. Az OK és hallgatók számára mind a szakvizsgálatétele, mind pedig egyes óráig látogatása videcsi igazolványhoz kötött volt, így az ő tanulási lehetőségeik is korlátozva voltak. A jövőnk a tét, ezért hívlak titeket a Mi Hazánk Mozgalom országszerte megrendezett demonstrációira, ahol a kötelező oltások és az oltatlanok hátrányos megkülönböztetései ellen demonstrálunk. Tartsatok velünk! Az utóbbi másfél évben szinte mindent megdőlt, amit a kormány vagy a mi, az adófizetők pénzén fizetett megmondó emberek állítottak. Éppen ezért megdőltek azok a kommunikációs panelek is, miszerint Magyarország működik, az oltás működik, és szerint senkit nem hagynak az útszélén. Már a kiderült, hogy nem működik az oltás, nem hogy senkit nem hagy a kormány az útszélén, hanem tömegeket, tízezreket taszít éppen kilátástalan helyzetbe és hogyha így folytatja, akkor Magyarország sem fog működni. A Mi Hazánk mozgalmat egyetlen oltáskritikus pártot rengetegen keresnek meg kilátástalan helyzetükbe, és tőlünk várják a megoldást, ezért arra tudunk mindenkit bíztatni, hogy az mellett, hogy tömeges alkotmányjogi panasszal élünk, keressen minket, csatlakozzon hozzánk, és csatlakozzon azokhoz a tüntetéseinkhez is, melyeket most szombaton fogunk tartani, szintén vidéki négy nagy városban, Békéscsabán, Szegeden, Debrecenben és Veszprémben.